Képviselőtestületének ünnepi ülését megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Fülöpti Tanillát. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, jegyző urat. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Strumpf Attila urat, a Cigándi járási hivatal hivatalvezetőjét, minden kedves meghívottat és jelenlévőt. Megállapítom, hogy a ülés határozatképes, és egyben bejelentem, hogy polgármester úr egy icipicit késik, mivel elhúzódik az az egészségügyi kezelés, amin Kisvárdába részt vett, de már úton van, és nem sokára ide fog érni. Javaslom, hogy egyetlen napirendi pontot tárgyaljunk, ez pedig a Kántor Mihály Emlék Plakett átadása. Kérem a testületi tagokat, aki egyetért a javaslatommal, kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm, ellene tartózkodás. Megállapítom, hogy a testület egyhangulag elfogadta a napirendet. Cigányváros önkormányzatának képviselőtestülete a település művészeti életében, közművelődési munkájában, a közéletben kifejtett kiemelkedő, áldozatos munkálkodás elismeréseként 1993-ban alapította a Kántor Mihály emlékplakettet. A díj adományozásának feltételeit szabályozó hatályban lévő rendeletben a következőket olvashatjuk. A Kántor Mihály emlékplakett adományozható azoknak, akik az előbbiekben meghatározott területen magas szintű teljesítményt nyújtottak, több éven át kiemelkedő, alkotó, hagyományőrző tevékenységet folytattak. A kitüntető díjat a képviselőtestület adományozza. Bocsánat. A díj adományozására a polgármester, a képviselőtestület tagjai és a helyben működő civil szervezetek tehetnek javaslatot. A javaslatról a képviselőtestület minősített többséggel dönt. A Kántor Mihály emlékpaketből évente egy adományozható. Megkérem Nagy Józsefnét, hogy legyen szíves ide kifáradni mellém. Köszönöm. Egy jegyzőkönyvi kivonatot szeretnék ismertetni. Készült Cigányváros önkormányzat képviselőtestületének 2022. augusztus 12-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvből. 41/2022. 8. hó 12. számú határozat. Tárgy: Kántor Mihály emlékpakett adományozása. Cigányváros önkormányzat képviselőtestülete a polgármester előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 7/2017 második 23-ai önkormányzati rendeletével alapított Kántor Mihály emlékplakettet adományoz Nagy Józsefné részére, a település és a térség népi kézműves és gasztronómiai hagyományainak megőrzése és átörökítése érdekében végzett kimagasló tevékenység elismeréseként. Felhívja a polgármestert, hogy a kitüntetés ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Felelős Olá Krisztián polgármester, 2022. augusztus 20. Megkérem Nagy Tóbiás Katárt, legyen kedves. Nagy Józsefné leánykori nevén Fábián Jolán, 1960. október 20-án született Ricsén. Két gyermek édesanyja és ma már kétszeres nagymama. Pontosan 40 évet tevékenykedett településünk közszolgálatában. Az akkori kornak megfelelően a Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola elvégzését követően, ahol felsőfokú költségvetési szakképesítés szerzett, rögtön munkába állt. Dolgozott a TSZ-ben, a GAMESZ-ban, a Nagyközségi Közös Tanácsban, a Szakszövetkezetben, az Általános Iskolában, majd 1999-től 20 éven át nyugdíjazásáig a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán adóügyi főmunkatársként. Munkáját a precizitás és a megbízhatóság, hozzáállását pedig a szerénység, a céltudatosság jellemezte.
Cigán a Bodrogközt kulturális központjában nőtte ki magát, és mindenféle öndicséret nélkül kijelenthetjük, hogy meghatározó szerepe van a magyarság össznemzeti értékeinek a hordozásában, megőrzésében. Kimagasló eredményeit a népi paraszti kultúra területén érte el, különösen a néptánc és a cigendi szűttest tett szert nagy ismerettségre. Ahhoz, hogy mindenről beszélni tudjunk, mindig kellettek azok az őrzők, akik összegyűjtötték, továbbvitték, korukban éltették a hagyományokat. Ennek voltak jeles képviselői, például a néptanítók, később a Gyöngyös-Bokréta mozgalmon felnövő cigándi néptánc atyai, napjainkban pedig a civil szervezetek és önkénteseik, akik megágyaztak a Bodrogközi Múzeumporta megszületésének. Istennek hála, a mai napig vannak őrzők, vannak lámpások, akik viszik tovább a lángot. Mára nyugodtan kijelenthetjük, hogy Nagy Józsefné Jolika is feliratkozott abba a névsorba, amelynek helyben és néprajzi berkekben is legismertebbje Kántor Mihály, de ezt az örökséget ápolja Román Sándor is. Jolika 2010-ben kapcsolódott be önkéntesként a Bodrogközt Tájmúzeumáért alapítvány munkájába, 2011-től a kuratórium tagja, majd elnöke is volt. Munkásságának megkoronázásaként 2 évig megbízott vezetője volt a Bodrogközi Múzeumportának. Az alapítvány önkénteséből hamar annak legnagyobb aktivistájává és Csáki Balázsné elnök asszony jobb kezévé vált. Képességeit a gasztronómia területén csillogtatta meg igazán, jó érzékkel ragadta meg a nemzeti értékek rendszerében rejlő lehetőségeket. Kezdeményezésére szinte elsők között alakította meg Cigányváros önkormányzata a helyi értéktárat, amelynek mai napig elnöke. Nagy szerepet vállalt a helyi értékek rendszerezésében, minősítésében, menedzselésében. A cigándi apróbéles kezei alatt nagy karriert futott be, felkerült többek között a Hungarikum várományosok listájára is. 2020-ban az agrárminisztertől egyéni kategóriában életművéért elnyerte a közösségi díja hagyományos termékekért miniszteri díjat. Közreműködésével az alapítvány professzionális szintre emelte a népi gasztronómiát, értékeinket gőzerűben népszerűsítették helyi, bodrogközi, megyei, országos, sőt Kárpát-medencei szinten is. Kiváló kapcsolatokat épített ki szakterületén a térségi, a megyei és az országos hatókörű szervezetekkel, mint például a többször is átkeresztelt Agrárminisztériummal, a Tájházszövetséggel, a megyei közgyűlés elnökasszonya által menedzselt megyei értéktárral, a környező múzeumokkal, önkormányzatokkal határon innen és túl. Sajátja tekintett tevékenységére, mely szenvedélyévé vált. Átvette az alapítvány adminisztratív feladatait, bekapcsolódott a pályázati világba, munkájának köszönhetően jelentős javakkal bővült településünk kulturális élete. Munkásságát az önkormányzattal való szoros együttműködésre törekvés a települési célok megvalósításának segítése jellemezte. Az alapítványi bálok, rendezvények, kiadványok, tudományos munkálatok egyik kezdeményezője volt. Menedzseri munkájának az eredménye, hogy Cigánd az országos hírvédjegyen rendszer egyik legelismertebb képviselője lett, nincs olyan nagy kulturális esemény, ahova ne kapna meghívást településünk gasztrokultúrájával. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a cigándi kulturális élet résztvevői az elmúlt 10 esztendőben számtalan elismerésben részesültek. Felsorolni is nehéz lenne azokat az eseményeket és fórumokat, ahol Cigán bemutatkozott. Országos vásárok, megyenapok, gasztronómiai fesztiválok, a Szentendrei Skanzen, a Nemzeti Múzeum rendezvényén, rádió és tévéműsorok platformjain jelentek meg a cigándi hagyományőrzők. Mindig nagy gondot fordít és fordított arra, hogy a vele együtt dolgozók is méltó elismerést kapjanak, tudva azt, hogy a motor önmagában nem tud haladni. Ezért mindenképpen fontos azt kihangsúlyozni, hogy egy-egy ember kiemelkedő munkája csak akkor lehet hatékony, ha a közösségre is hatással van, a közösséget is mozgatja. Ügyelt arra, hogy a cigándi hagyományőrzés teljes spektruma fejlődjön, és közösségként jelenjen meg az általa szervezett eseményeken, jó kapcsolatot ápolt a településen működő más hagyományőrző szervezetekkel, intézményekkel és a református egyházközösséggel is, amelynek presbitere is. Jolika lehengelő energikussága új szintre emelte a gasztrokultúrát, amelyben nagy segítséget kapott a Bodrogközt Tájmúzeumáért alapítványtól, annak önkénteseitől és a kuratórium korábbi elnökétől, Csáki Balázsné Marika nénitől, harcostársától. Köszönöm szépen! Örömmel üdvözlöm
polgármester urat a legjobb kort érkezett, és megkérem, hogy legyen kedves, és a díjat adja át. Elnézést a késésén, nem rajtam múlott, de igyekeztem, úgyhogy olyan könnyű le is maradt a igyekezetemben. A többiek már elmondták biztosan az életpályádat, hiszen együtt készítettük össze. Nagyon sokat készültünk erre az alkalomra, mint hogy tudhatod, megpróbáltuk, hogy augusztus 20-án akkor nem sikerült, de most mindenképpen szerettük volna megragadni az alkalmat, hogy átadjunk neked időben azt a kitüntetést, amit már nagyon-nagyon régen megérdemelsz, hiszen tudod jól, hogy amikor elmentél nyugdíjba, akkor közben igazgató lettél még egyszer, és akkor mindig mondtam, akkor most, akkor várjunk még egy évet, majd amikor visszajön. Toltuk az időt, de most hála Istennek úgy rólod, hogy el tudjuk is ismerni azt a munkát, amit belefektettél a városunk gasztronómiai életébe, a hírvégés termékek tulajdonképpen sikervévésére, úgyhogy nagyon-nagyon hiányzol nekünk, nagyon-nagyon fogsz hiányozni, és remélem, hogy ez a Kántomi edény nem csak arról szól, hogy átadjuk, hogy innentől kezdve nem látunk a múzeumportán, hanem arról szól, hogy igenis gyere, tanítsd a fiatalokat, add át azokat az értékeket, amelyeket te is megkaptál valakitől, és tudjuk sokáig még ezt a fantasztikus munkát együtt véghez vinni. Fogad szeretettel a virágot. Köszönöm. Bocsánat, csak bal kézzel tudom mondani, jobb az még kicsit jobb kacska. Köszönöm szépen. Természetesen a Kántomi Jánosokat szeretettel tőlük. Szerintem mi közös fotó, hogy sem maradszik. Így van, nyugodtan tesz. Köszönöm szépen. Ne tegyem ide? Igen, kellene. Az legyek második, aki gratulál. Köszönöm szépen. Jó egészség. Köszönöm szépen. Természetesen járhatja a gyoklevél is, meg a szokásos díj, ami nekem. Ezt is ide teszem, hogy neki ennek. Köszönöm szépen. Pár szót esetleg? Igen, szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, illetve a jelenlévőknek, illetve akik nincsenek jelen. Gondolok itt az önkéntes asszonyokra, mert én ezt nélkülük nem tudtam volna elérni úgy az országos szintű díjazást is, meg akárhol részt vettünk, tehát ez nem egy emberes feladat. Igaz, hogy én, amit tudtam, mindent megtettem annak érdekében, hogy csináljam, megcsináljuk, meg úgy legyen, ahogy annak kell. Én úgy gondolom, hogy amit már eddig csináltunk, annak van eredménye, meg lesz eredménye. Végre láttam egy kis mosolyt is az arcomon, hogy figyeltelek benneteket. Jancsi bácsi, a Kate, átadok, mintha valami gyászszertartáson lennénk, pont ünnepelni jöttünk, pont az ellenkezője, úgyhogy... És még annyit tegyek hozzá, első talán a legjobb időpontot ki se tudtatok volna találni. Köszönjük szépen. Unoka érkezése, születésnap, mai nap, úgyhogy a hét az ünneplésről szól. Istenetesen honnan szépen. Köszönjük szépen. Dr. Kisrédi Imola, kormányfőtanácsos asszony elfogadta a meghívásunkat a mai napra, de sajnos mégsem tud itt lenni velünk. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam üzenetét. Tisztelt Olá Krisztián polgármester úr, kedves kitüntetett Nagy Józsefné Jolika asszony! Nagy örömmel terveztem eleget tenni megtisztelő felkérésüknek és személyesen részt venni az ünnepségen, abból az alkalomból, hogy Nagy Józsefné Jolika asszony részére Kántor Mihály emlékplakettet adományoznak, elismerve több évtizede folytatott áldozatos értékteremtő munkáját. Nagy Józsefné település javára végzett kiemelkedő tevékenységének méltatását annyival szeretném kiegészíteni, hogy 2020-ban az agrárminisztertől egyéni kategóriában szakmai életművét elnyerte a közösségi díj a hagyományos termékekért miniszteri díjat. Idézek a miniszteri díj átadáskor elhangzott méltatásból. Magyarország agrárminisztere egyéni kategóriában közösségi díj a hagyományos termékekért díjat adományozott, a Bodrog Köztáj Múzeumáért alapítvány pályázat alapján Nagy Józsefné részére cigánt hagyományos tudásának átadása érdekében kifejtett fáradhatatlan munkásságáért. Remélem, hogy a legközelebbi termelői közösségek napján, melyet december 8-án tervezünk,
Cigen polgármesterét, a Bodrog Köztáj Múzeumáért alapítvány kuratóriumát is a meghívott vendégek között köszönhetjük abból az alkalomból, hogy a korábban már hírvédjegyet elnyert cigendi tájjellegű termékek számát sikerült a hírvédjegy 20. jubileumi évében megduplázniuk, és újabb 4 cigendi termék nyerte el a hírvédjegyet. Köszönet érte a cigándi asszonyoknak Nagy Józsefné Jolika vezetésével végzett értékfeltáró és megtartó munkájának. Ezzel a sikerszériával cigán magasan az első helyen áll, és elmondható, hogy az immár 211 hírvédjegyes terméken belül cigán település a maga 8 termékével a tájjellegű ételek kategória győztese. További sok sikert és hozzá nagyon jó egészséget kívánok szeretettel Pallóné dr. Kisrédi Imola, az Agrárminisztérium kormány főtanácsosa, a Hírbíráló Bizottság elnöke. Kis Marika néninek adjuk meg a lehetőséget, hogy elsőként és utána belőle. Tisztelt ünneplők, kedves Jolika, egy zsákocskát tartok a kezemben. Kihímeztem, megtöltöttem szeretetünkkel, megbecsülésünkkel. És azzal a kéréssel, hogy továbbra is aktív tagja legyél, hiszen amit együtt elértünk, településünk dicsőségére válik, és továbbra is szükség van, hogy a fiatalokat tanítsuk, bevonjuk ebbe a nagyszerű munkába, és szükség van rád. Ehhez gratulálok. Köszönöm szépen. Mindenkit, kedves Jolika, az APTA-nak a kuratórium elnöke nevében, az alapítók nevében és az összes önkéntesünk nevében gratulálok. Azt gondolom, ez a dén legjobb, ha elkerült, és ne gondolod, hogy itt véget ér a munkád, mert ami a neheze volt, azt én átveszem, azzal nem kell törődnöm, és a többit meg is szeretettel várunk továbbra is, mert hozzánk tartozol, az alapítványhoz tartozol, és az, amit te tudsz, amit át tudsz nekünk adni, arra szükségünk van. És nagy tisztelettel veszem át azt a munkát, amit te elkezdtél, és igyekszem úgy csinálni, ahogy te csináltad. Ugyanaz alázattal, becsülettel, szorgalommal. És köszönöm szépen, és hogy továbbra is segítesz azt meg legjobbképpen. Köszönöm, hogy segítek. Köszönjük. Tisztelt jelenlévők, az ünnepülést berekeztem, lehetőséget adunk a gratulációkhoz, és utána mindenkit szeretettel várunk egy kis fogadást. Természetesen.